Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és ahogy Ányán tanár úr, én is a köszönettel kezdeném. Még nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy társszerző lehetek ebben a könyvben. Igazából nem is nagyon értettem, hogy ez a kérdés hogyan kerül ide, annyira nem kötődik az aktualitásokhoz. Egy sokkal tágabb kérdéskört próbáltam én itt felvezetni. Ennek a felvezetésnek az alapját az adta, hogy felfigyeltem arra, hogy általában a tanulmányoknál, de a tervezés során, vidékfejlesztésben, a vizsgálódások során az ember és a természet viszonya, az valahogy kimarad. Nem fordítunk rá kellő figyelmet, nem nézzük meg, hogy hogyan viszonyult az ember a természethez, vagy ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon az általánosságok szintjén maradunk. És én szeretném ezt egy kicsit megvilágítani, hogy mire is gondolok. Douglas Adams, a Utoljára látható című könyvek társszerzője, ír egy mondatot a természetről, azt írja, hogy az életrendszere ezen a bolygón annyira bonyolult, és olyan sokrétűen komplex, hogy az embernek nagyon hosszú időre volt szüksége ahhoz, hogy rájöjjön, hogy amit lát, az egy rendszer, és nem valami, ami csak úgy ott van. Tehát akkor, amikor az ember és a természet viszonyáról gondolkodunk, akkor egyrészt általában úgy vizsgáljuk, hogy van az ember és van a természet, és megnézzük, hogy a kettő hogyan viszonyul egymáshoz. Én azon gondolkoztam el, hogy ha a természet rendszer, akkor ennek a rendszernek a része az ember. Tehát ténylegesen nem általánosan, hanem konkrétan az adott tájban élve része annak a rendszernek, amit a természetnek nevezhetünk. És hát első nekifutásra mit jelent az, hogy a természet rendszer, hogy érteni lehessen ezt a kérdést? Azt jelenti, hogy ha valami ott van a természetben, egy erdő, egy mocsár, egy folyó, egy tó, az nem véletlenül van ott, hát annak szerepe van. Az azért alakultad ki, mert ott van a helye, és azért alakultad ki, azért van ott, mert ott van a szerepe. Amikor én megváltoztatom a rendszer szerkezetét, kiírtok egy erdőt, akkor kiveszek valamit. Ez körülbelül olyan, mint amikor az ember nincs tisztában azzal, hogy mi a traktor, kimegy, beleül, és azt mondja, hogy ez a tüti, de nem kell, és kidobja a légkondicionálót belőle, amikor a traktor még működőképes marad, neki lesz egy kicsit kellemetlen. De amikor a motort kezdi kihaigálni, akkor már ez az egész mind nem lesz működőképes. Valahol így van a természet is, itt olyan elemek vannak a természetben, amelyeknek a működése az jelentős, valami szerepe van. Ezt a szerepet én szeretném megvilágítani. Beszéltünk itt már arról, hogy a Kárpát-medencének milyen az éghajlata. Most a Kárpát-medence közepén, az alföldi területeken a csapadék az 400 mm, helyenként 400 mm alatt is marad. De mit jelent ez? Nem csak azt, hogy kevés a víz, hanem hogy sokat süt a nap. Mert ha keveset esik az eső, kevés a felhő, nyilván több napsütés is éri a földet, nagyobb a napsütéses órák száma. Most ezt tessék végig gondolni, és akkor nézzük meg, hogy amikor hirtelen a terem területekről, tehát a Kárpát-medence hegyvidéki koszorújából elindulnak lefelé az árvizek, akkor azt a víz hiányt, ami nem jön csapadék formájában, azt oda viszik a folyók. Oda viszik és széterítik. Tehát elkezdjük látni, hogy hogy néz ki egy rendszer a természetben, és ennek a rendszernek milyen elemei vannak. Itt van a folyó, ennek kitüntetett szerepe van. Kérem szépen, ő hozza oda a vizet a medence közepére, ahol viszont nagy a napsütések órák száma, tehát hirtelen nagyon-nagyon kedvező adottságok kezdenek kialakulni itt ezen a területen. Kell valami, ami ezt a vizet megtartja. De ez az erdő. Ha nincs erdő, akkor ez a víz nem tud ott középen megmaradni, akkor szépen elfolyik, vagy elborítja a területet, posványokat, mocsarakat alkot, de ha ott van az erdő kialakít egy úgynevezett kistályi vízkörforgást, ez a kistályi vízkörforgás elnyeli ezt a vizet, folyamatosan fenntartja, tehát elkezdjük látni azt, hogy ebben a rendszerben az egyes elemek hogyan működnek. Itt már két kulcselemet találtunk, az egyik ugye a folyó, a napsütés az egy külső adottság, egyik a folyó, a másik az erdő. Igen, ám csak a folyónak hordalék terítéséből fakadnak bizonyos anomáliák, ami miatt a víz nem tud folyamatosan áramlani az ártér és a medel között. Na, itt jön a harmadik kulcselem, aki ezt az anomáliát megszünteti, megteremti az állandó kétirányú kapcsolatot az ártér és a folyó medve között, ez pedig az ember. És itt az ember nem idegenként jelenik meg ezen a területen, nem kívülállóként jelenik meg ezen a területen, aki kivágja az erdőt, és ezzel biztosít magának valamilyen földterületet, ahol majd megtermeli a saját megélhetéséhez szükséges élelmet, hanem úgy jelenik meg a területen, mint ennek a rendszernek a része, aki a rendszer működéshez járul hozzá. És amikor
az élelmet kell megtermelnie, és itt szeretnék visszautalni adásról, hogy Bertalan előadására, akkor az erdő haszonvételeit gazdagítja. Nem megszünteti az erdőt, nem szerkezeti változást hoz létre a tájban, hanem az erdőn belül alakít ki egy olyan rendszert, ami növeli az erdőből szedhető haszonvételek sorát. És hihetetlenül gazdag lesz ilyen téren az erdő, és folyamatosan gazdagítja a gyümölcsfák telepítésével, a mogyoró telepítésével, esetleg az erdő vízellátásának a biztosításával azt az elemét a tájnak, amely kulcs szerepet játszik a táji adottságok kialakításában. Ha megnézzük azt, hogy hogyan is néz ki a Kárpát-medence tájszerkezete, néhány kitüntetett ponton, ahol vizsgálódtam, ahol nem vizsgálódtam, ott nem tudom, gyanítom, hogy ott is hasonló, a Bodrog közben, a Berekben, az Ormánságban ez a tájszerkezet 10 000 éven keresztül nem változik jelentősen. Néhány százalékos elmozdulások vannak ebben vagy abban az irányban. Tehát ez a három kulcselem 10 000 éven keresztül együttműködve ezeneken a területeken biztosítja azt, hogy a táj, mint természetes rendszer fennmaradjon. Ez az elem az első pillanattól kezdve, az utolsóig ebben a 10 000 évben ott van a területen. Abban a pillanatban, ahogy kiesik, rögtön érezhetővé válik a táj szerkezeti változása. Megkezdődik egy elvizesedés egyébként ott, ahol az ember nem tud beavatkozni, éppen a folyó hordalékterítéséből és életciklusából fakadóan. Most, hogy értsük, hogy ez mit jelent és miről van szó, a Bodrog közben, a 10 000 év után, ahol gyakorlatilag a tájszerkezeten belül van nagyon-nagyon kevés elmozdulás, 300 év alatt eljutunk odáig, hogy az eredeti tájszerkezetnek 4-8%-a marad meg. Tehát gyakorlatilag 10 000 éve alatt nem változik semmi, belső arányeltolódások vannak, de a szerkezet nagyjából ugyanaz marad. Ez a szerkezet hozza létre azokat az adottságokat, amiért a Bodrog köz valamikor Borsod megye éléskondája volt, illetve össze a Zemplénéd, aztán jött Trianon. Na szóval az a lényeg a dolognak, hogy ehhez képest 300 év alatt úgy megváltozik a szerkezet, hogy most már az eredetinek mindössze a 4-8%-a van. Most én meg szoktam itt ilyenkor kérdezni, és most is megkérdezem, ha van egy mechanikus alkat, vagy gépünk, és annak valaki kidobja a 92-98%-át az alkat részeinek, miből gondolja, hogy az működni fog? Miből gondoljuk, itt hosszú távon és nagyon lassú folyamatokról van szó, de miből gondoljuk, hogy ha megsemmisítettük ezt a rendszert, akkor fent tudnak maradni azok az adottságok, amik a létünket jelentik. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és erre a kérdésre szerintem nagyon kevés hangsúlyt fektetünk. A másik oldala, hogy érzékeltessem, hogy mit jelentenek ezek a változások, egy 5000 éves tó történetét tártuk fel, ebben az 5000 évben 4700 év alatt 20 centi iszap halmozódott fel. A maradék 300 év alatt pedig 1 méter. Tehát össze kell hasonlítani azt, hogy mit jelentett, hogy egy tájnak a szerkezete nem változik. Finnországról mondják azt, hogy a 1000 tó országa volt, Magyarország a 10 000 tó országa volt, csak ezek a tavak eltűntek, elemésztettük őket. Nem csak úgy, hogy levezettük belőle a vizet és kiszárítottuk, hanem úgy is, hogy olyan változásokat indítottunk el a táj életében, ami ilyen iszapfelhalmozódáshoz vezetett. És természetesen, amikor 1 méteres iszap felhalmozódott, ez egy 2 méter mély, a legnagyobb mélységekben is 2 méter mély tó volt, akkor abban a pillanatban megszűnt a tó, elmocsarasodott, mocsárrá vált és eltűnt. És az a szerep is megszűnt, amit ez betöltött ez a tó ennek a tájnak az életében, mert ez a vízpuffer is szükséges volt ahhoz, hogy ez a kistáji vízkörforgás mozogja. Tehát azt kell látni, hogy az ember és a természet viszonyában, én legalábbis ezt tettem észre, hogy volt egy olyan korszak, amikor az ember, legalábbis a magyar ember, nem úgy élt itt a Kárpát-medencében, hogy ide érkezett valahonnan kívülről. Én nem tudom elképzelni, ezt soha nem is fogom, tehát akárki, akármilyen bizonyítékot, régészeti bizonyítékot és egyéb bizonyítékot hoz, én valószínűleg kell lenni más magyarázatnak, de nem tudom elképzelni, hogy egy rendszer egyik kulcseleme 9000 évvel azután jöjjön be a rendszerbe és kezdjen el működni, hogy ez a rendszer működött. Ha valaki bejött 9000 év múlva, akkor, amikor ugye ez a rendszer már megvolt, és beilleszkedik ebbe a rendszerbe, akkor meg miért az fontos, aki bejött, miért nem az fontos, aki itt volt, és aki azokat a tudásokat, azokat az eszközöket, azokat a mozzanatokat át tudta adni az ide betelepülőknek, amelyek korábban fenntartották ennek a tájnak a természetes rendszereit. Itt most nem a bejövetelt vagy a
kimenetelt akarom én kétségbe vonni, de én úgy látom, hogy annak, hogy bejön ide egy 150 ezres lélekszámú név, és utána 2 milliós lélekszámúvá válik 300 év alatt, nem biztos, hogy csak az a magyarázat, hogy ő szaporodott el, lehet, hogy nem ő volt a jellegadó, lehet, hogy ő csak olyas formán jelentik meg, ahogy Móra Ferenc írja az egyik munkájában, hogy úgy látom, hogy a föld népe az itt élt jóval a honfoglalás előtt, és ezt a népet hódítja meg 3 úri rokon, a hun, az avar és a magyar. Tehát elképzelhető, hogy igaza van annak, aki azt írja, hogy a jobbágy az nem az, aki Árpáddal bejött, az a föld népe, aki itt élt, és itt őrizte ennek a földnek a termőképességét. Én zárszóként egyetlen egy dolgot szeretnék említve, 2. Az első az, hogy nagyon szép és nagyon jó dolog, amikor valaki hihetetlen kulturális hagyatékokat tud az emberiségnek hátrahagyni, olyan nyomokat építeni, mint a piramis. Nekem az volt a legmegdöbbentőbb élményem ezzel szemben, hogy az a föld népe, aki itt élt, az olyan emlékeket tudott hátrahagyni, amiről a mai napig nem tudják eldönteni a kívülállók, akik kívülről nézik, hogy ez természeti alkotása, vagy az ember hozta létre. Ez számomra nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint piramisokat alkotni. Mert egy ember be tud illeszkedni a természetbe, olyan alkotásokat tud létrehozni, amelyek évezredeken, sőt évtizedeken keresztül képesek őrizni a természet termőképességét, rendjét, az sokkal fontosabb, mint piramisokat építeni. Ez az egyik. És a másik az, hogy ha mi továbbra is piramisokat akarunk építeni, és erre helyezzük a hangsúlyt, akkor ugyanúgy fogunk járni, mint azok, akik megépítették a piramisokat, ott maradt a nyomuk, ők meg nincsenek sehol. Vissza kell találni arra az útra, ahol az őseink jártak, meg kell találni a kapcsolatot a természettel, egymással is, önmagunkkal is, az egész teremtett világgal és természetesen Istennel is. Ha ezt nem fogjuk tudni megtenni, akkor nagyon-nagyon szép nyomokat fogunk hátrahagyni, amit majd értékelhetnek a jövő régészei, viszont ezen felül semmit nem fognak tudni róla. Köszönöm szépen a figyelmet!